Vendégünk Vigyánszky Attila Nemzeti Színház igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Nemzeti idei utolsó bemutatója a Szimbád volt, Kródi Gyulától, ez az önrendezése. Az egyik főszereplő Szűcs Nelli adott a Faktornak egy interjút, és ebben azt mondta, hogy szerinte Szimbád nem is kell, hogy létezzen, mert ő minden nő összes álma, vágya, illúziója, amit csak a férfiakról gondolni tud, egy nő minden benne van, és nem is biztos, hogy találkozni kell vele az életben, mert az a lényeg, hogy egy mese, amiben lehet menekülni. Így látja tehát egy nő Szimbádot. Egy férfi hogyan látja? Ön szerint milyen? Én úgy gondolom, hogy a nők hozzák létre Szimbád figuráját. A nők alkotják meg a férfit magát. Tehát egy nőhöz képest van a férfi, én ezt férfiként mondom, és nagyon erősen a nőtől függ az, hogy mondjuk egy történet, egy kapcsolat milyen irányban teljesíti ki a férfit magát. Úgyhogy én ilyen szempontból nagyon nőpárti vagyok. Persze Szimbád figurája ő van, ez egy misztikus, magyar Don Juan, nem tudom, egy misztikus valaki, aki 300 éve a nőkért van, a nőkért él, és jó vele azonosulni, jó vele szeretni, jó vele érezni, lelkesülni, tehát ez rendjén van, és nyilván elsősorban ezért csináltam meg ezt az előadást, mert én is tudok vele azonosulni. Tud vele azonosulni? Logikus, tehát akkor, hogy önben is benne van Szimbád? Hogyan? Hát én gondolom, mindünkben benne van. Szóval a vágy, hogy egy-egy érzésért ezt a kicsinyes napi problémáktól terhes életünket egy-egy érzésért, egy gesztusért, egy mosolyért föl tudjuk rugni, hogy 1000 kilométereket és 200 éveket menjünk egy női kéz simogatásáért, vagy egy nő hajának illatáért. Tehát ez a vágy benne kell, hogy éljen az ember, mert különben nem érdekes élni. És ez csak vágy, vagy azért azt gondolja, hogy vannak olyan pillanatok minden férfi életében, amikor ezt megteszi? Ezt a 200 kilométert azért, hogy megfoghassa egy nőkezét. Ő megtette például? Én megtettem. Úgyhogy én merem hinni, hogy ez benne van minden férfiban. És ha ügyes a nő, akkor állandóan azt a tüzet, ami benne van, akkor azt csiholni tudja, és élesztve szimbádi száguldást tud a férfiból kiváltani. Szűcsnét már említettem, de hát nagyon sok nő van nyilván folyamatosan Szimbád körül a színpadon. Őt Mátray László játsza, sokszor dolgozott már vele, például János Vitéznek ő a címszereplője, ahogy az Isten Ostorában Attilát játsza. De hát ott van Nagy Kálózi Eszter, Udvaros Dorottya, Nagy Mari, a fiatalok a színházából, Tóth Augusta, sok nő forog körülötte Igen. folyamatosan. És valóban, hát 107 nő volt az életében, 107 plusz sokszorosa volt azoknak, akik a valós szerelmeken túl, akik az ő szívében, meg lelkében még ott éltek, piros karikákon fügtek, mint ahogy mondja azt Krúdi, vagy írja Krúdi. Én 7 nőben kezdtem meg gondolkozni, amikor a színpadra állítottam az egész történetet. Mert ez egy önmese számít. Hát igen. A díszletben, Olekszandr Birozov díszletében van egy olyan kis sarok, amely hol kávéház, hol cukrászda, hol söröző, a kocsma, attól függ, és van egy tábla, de ott nem a kávé vagy a sörára van krétával felírva, amit aztán mindig kijavítanak, hanem egy évszám. És tulajdonképpen innen lehet csak tudni, hogy egyébként most az első világháború van, aztán vége, Trianon, azt hiszem, hogy talán Krúdi halála az utolsó évszám, ami megjelenik. 33. Igen. És... Nagyon érdekes szám. Tehát a halálán túl is, ugye, fasiszta hatalomra jutás dátuma. Szóval, Hitler, igen. Igen, tehát én ezt fontosnak tartottam, mert egészen lenyűgöző az, ahogy Krúdi nem hagyja, hogy az élet, a történelem ilyen szinten, szóval a napi gondok, a napi valóság behatoljon a novelláiba. Szóval 11-12-től most nem tudom pontosan, de azt hiszem 32-ig írta a novellákat. Tehát végig a legszörnyűbb időszakok egyik a magyar történelem, a magyar nemzet történelmében. És ennek nyoma nincs, vagy
ha nagyon alaposan olvassa persze az ember a novellákat, akkor azért érzi, hogy valami ott történik a háttérben, hogy éppen miért olyan hangulatú Krúdy, amilyen, vagy olyan hangulatú írást ír, amilyet, de még ezen kérdéskör kapcsán is azt mondom, hogy sokkal inkább befolyásolja mondjuk egy novella hangvételét az ő személyes éppen anyagi helyzete, mint az, hogy mi történik a nagyvilágban, milyen iszonyat éppen. Ugyanezt a korszakot, nem az egészet, de mondjuk most az első világháborúról, hogyha beszélgetünk, ezzel foglalkozott a Fekete jég, a Fehér fel, ugye a Fekete jég az első rész az, amelyet ön is írt tulajdonképpen. Ott viszont nyilván nagyon sok személyesség van a darabban, a szereplők családi emlékei az első világháborúban megjelennek, de azért mégis a történelem az, amivel foglalkozik. Lehet, hogy most azért is akarta ezeket a novellákat színpadra vinni, azért akart ezzel foglalkozni, mert hogy ez egy másik oldala, hogy mi történt ebben a korszakban a nagy történelmi momentumokon kívül? Nyilván ezért is, meg azért is, mert szeretem a Szimbád témát, meg tényleg hiszek a nő és a férfi viszonyában, szóval, és hiszek abban, hogy életünk egyik legszebb viszonyrendszere pont itt bomlik ki egy nő és egy férfi között, és ez kortól, korszaktól független. Ugye Puskin mondja azt, hogy a szerelem előtt vagy szerelemtől minden kor behódol. Nem tudom lefordítani pontosan. Lubivszje vozraste pokorne, mondja Puskin. Tehát körülbelül ez. Szóval hiszek a szerelemben magában, és a nőben, meg a férfiban, és ezért is szerettem volna többek között megcsinálni, mert érzem azt, hogy Krúdy miért nem ír az első világháborúról. Érzem azt, hogy miért lép át Trianonon, és mindenek fölé helyezi a mesét, a vágyakat, a nő férfi viszonyt, egy női cipő sarkának formáját. Szóval én értem, érzem azt, hogy az életet így, egy ilyen szinten is meg lehet élni. És jó, ha néha az ember így éli meg, elszakadva egy kicsit a valóságnak az iszonyatától. Egy kicsit? Mennyire lehet? Éppen ezt akartam kérdezni, mert ugye azért folyamatosan visszatérően hallunk egy narrációt. Igen. Az előadás közben, és van ezért egy ilyen félmondat, hogy de jó lett volna olyankor élni, amikor nem volt a háború iszonyata épp a földön. De jó lenne 50 év múlva élni. De sírbolt szagú szalonkabádban sétálni az Andrássy úton, meg abban a Magyarországban, amelynek földi Kánaán volt a neve. Szóval, azért csak beszűrődik valamennyire. Ezért kérdezem, hogy ön szerint nyilván a vágy megvan, mennyire ha nagyon-nagyon végletesen akarom fogalmazni, lehet úgy élni, hogy az ember teljesen elszakad a történelemtől? Hát biztos, hogy nem lehet úgy élni, és biztos, hogy a napi valóság sokban befolyásolja a létét, de az ember lelke szabad tud lenni, a szerelemben az ember szabadságra tud lelni. És ezt nem szabad elfelejteni. Tehát ezért van, hogy a végén a kicsi lányod döcögbe felolvassa azt a részt, hogy a sok haszontalan lexikon mellett végre Szimbád eldöntötte, hogy valami jót is csináljon az embereknek, a szerelem lexikonját elkészíti. Hogy azok a fiatalok, akik még nem járatosak, vagy azok az idősek, akik már elvesztették, vagy nem emlékeznek rá, vagy már, hogy visszataláljanak a szerelemhez. A Fekete eget az imént, hogy említettem, ugye abban is nagyon sok emlék visszajön, a szereplők emlékei, családtagjainak emlékei a világháborúról. Itt is nagyon fontos az emlékezés, olyannyira, hogy Nagy Kálózi Eszter, hát többek között játszam, Némuszünét is, ő a görög mitológiában, ő maga az emlékezet, vagy az emlékezet istennője. Tulajdonképpen Szimbád csak az emlékekben él, az emlékekben fiatal, ő fölrakott egy fiatal Szimbádot is. Igen. Mátrai László mellé egy tanítványát a színpadra, de azért mégis az emlékekről van szó, nosztalgiáról. Mindenkiben nyilván van hajlam a nosztalgiára. Ön most
lehet, hogy saját pont magában megtalálta? Nekem benne mindig is volt. Ugye Krudi azt mondja Szinbádról, hogy őszi ember, aki inkább visszafelé néz már, és már előre nem igen keresgél már. Az új nők nem annyira érdeklik, mint a régi idők női, az ő történetük újraélése, újra fölidézése azoknak az eseményeknek, azoknak az érzelmeknek, amelyeket megélt egy-egy nő kapcsán. És hát nyilván ez az érzés, ez benne van az emberben, de ez gyerekkorától benne van. A nosztalgia, az elvágyódás, a visszafelé fordulás, és nyilván korral ez felerősödik. Tehát amikor Szinbád meghal, akkor 53, vagy meghal, ugye Krudinál még ez is elmosott, minden elmosódik, mert egyszer csak meghal, de akkor is visszajár, szellemként is visszajár a más világról a régi szerelmeihez. És nem lehet tudni, hogy valóban meghalt-e, vagy nem halt meg. Szóval a lényeg az, hogy 53 éves. Na most én 51 vagyok, hát valószínűleg ez egy nagyon határozottan korhoz kötődő érzés is, és ez erősödik az évek múltával. Befelé, visszafelé néz az ember. Juhász Ferenc azt mondja, hogy betölti a benti látomás az embert egy idő után már, és az öreg embert betölti a benti látomás, és a külvilág már alig szüremkedik be a lelkébe vagy az életébe. Nyilván Krudi idejében nagyon más volt egy 50 éves ember, ahogyan az 50 évet tekintették, vagy nézték, mint ma. Most azt szóta szerint, hogy öreg embert egy 50 évesre semmiképp sem, hát max azt mondják, hogy középkorú. De eszébe jutott esetleg most a Szinbád kapcsán, hogy milyen lehet 53 évesen meghalni? Hát folyamatosan eszembe jut, folyamatosan a halálról szólnak az előadásaim, de 20 évesen is a halálról szóltak, tehát mindig is az első egész estés úgymond előadásom az Csehov Fekete barát novellájából készült, és az is a halálról szólt többek között, illetve az élet megélésének teljességéről. Szóval a halállal nem lehet nem foglalkozni, az egész művészet a halálról szól, itt is a halál kapcsán beszélünk, a szerelembe való menekülés, az a haláltólból való menekülés a halálba tulajdonképpen, hisz az is egyfajta halál történet, egy szerelmi történet. Úgyhogy nincs ez semmi gond. Én bizony, azt nem mondom, hogy várom, de a nagy szembesülés, a nagy titokkal való találkozás, az borzasztóan izgatott 20 évvel ezelőtt is, és most is. Tehát még egyszer mondom, nem mondom azt, hogy nem szeretném még sokáig csinálni ezt az életet, de nem szorongok a halál kapcsán. Nem, egyáltalán. Félelem nincs. Nincs semmi. Sőt, vannak pillanatok, mikor azt mondja ugye Krúdi, hogy kellemes halálvágyat érzett Szinbád. Kellemes halálvágya. Ezt szokta érezni, ezt ismeri? Azt szokta az lehet, hogy túlzás, de hogy... De az, hogy ott találkozik az ember, és egy csomó titok, egy csomó szorongás, pont hogy feloldódik. Azért raktam oda, az egy Krudi novellából egy ilyen sor gondolat a halál kapcsán, pont amikor haldoklik kvázi Szinbád ott a második felvonás vége felé már, és ott a halálban való szabadságra lelésről beszél Revicki, beszélnek ott a színészek, hogy szabadul meg a földi élet sok apró gyötrő kötelékétől, a kicsinyes viszonyainktól, a hitelezőktől minden. Nem elsősorban ezért, mert hál' Istennek én rendezett életet élek ilyen szempontból, és gyönyörű életet élek, tényleg ajándékoz az élet, amit én élek a családommal, meg ugye a szakmai életem is tulajdonképpen, hanem az hogy tényleg a beteljesülés, a titkok kapuján való belépés, átkukucskálás, ez szarvas izgat. Hát abszolút, izgat, persze. Most akkor már tulajdonképpen értem is, amit akartam kérdezni, hogy amikor a második felvonásban felmegy a függöny, és akkor úgy, mintha széttört volna a világ, és a díszletet is így szétszedi darabokra, és ott van akkor középütt a temető,
hiszen nők halnak meg, meg Szimbád is meghal, ahogy mondja, de közben gyönyörűen esik a hó, és a süteményre a nők porcukrot citálnak, az is olyan, mint a hó esne, mondják, hogy tél van, karácsony, meg olyan, mint hogyha egy 1920 nagy... van kiírva, szóval az egy Trianon történet is ott van egy pillanatra, nem tudom mennyire, mert nagyon óvatos akarok ezzel ott az egészen lenni. Tehát ott a június kicsi... négyet is. Így van, persze. Tehát szétesik a világ, de megy tovább az élet, és ugyanúgy ott tücsörögnek a kávézó, úgy van, nincs asztal, de ott van minden lényeges, még ott van a fröccshöz való. Ez az darabokra hullik minden szét, de azért még ugyanúgy szerelmesek vagyunk, ugyanúgy zajlik az élet, és ugyanúgy esszük a krémest, és isszuk a vörösbort. Persze. Azt lehet mondani, hogy mintha az utolsó három rendezésében, mondjuk, hogyha azt nézem, hogy nyáron ugye Pszichét rendezett, aztán Don Quixote, most a Szimbád, tulajdonképpen ide vehettem volna kicsit korábbi a Körhintát is, hogy azt jól érzem, hogy mintha egy picit a hangsúlyönben eltolódott volna a történelemtől abba az irányba, hogy mi történik egy ember lelkében. Tehát mintha egy picit most, nyilván amikor a történelemmel foglalkozik, akkor is rengeteg az érzelem az előadásaiban. Most inkább tényleg arra gondoltam, hogy mintha a hangsúly egy picikét afelé tolódott volna el. Lehet, hogy most jobban érdekli önt az, hogy egy ember lelkében mi történik. Lehet, hogy ez egy kis változás most önben? Nem tudom. Tehát az ember lelke az mindig is foglalkoztatott, hiszen a saját lelkem foglalkoztat folyamatosan, és azt akarom megérteni, meg valamelyest megfejteni saját magam számára, érthetővé tenni saját magamat. Tehát ilyen szempontból ez nem egy új valami. Nyilván az érzelmek azok foglalkoztatnak, a szenvedélyek foglalkoztatnak, a életünk szenvedélyes megélésének lehetőségei. Az, hogy hogy tudunk érzelmeinkben nagyok lenni. Szóval ugye Nietzsche borzalmas dolgot mond, mikor azt mondja, hogy a jóban már nem tudunk nagyok lenni, és mondta akkor Nietzsche, de már a rosszban sem. Tehát engem most az utóbbi időben az mindenképpen, hogy a szenvedélyeinkben, ugye Csongort fogok csinálni, Csongor egész földet bejárta, tündér, és nem találja. Az egész földet bejárja, tehát kulcsmondat a legelején, minden tartományt, és nincs meg tünde. Tehát az a szenvedély, ami képes, tehát ott van az emberben, és amit ez a világ, amit mi élünk, nem segít kibontani, meg a szoros egymás mellett élés, meg a, nem tudom én, a civilizált létet, nem, már nem élünk szenvedélyes életet. De legalább, hogy mondjam, a lelkünkben vágyaink van, fejünkben ugye, gondolatainkban legyünk bátrak, szabadok. Erre buzdítom a diákjaimat is mindig. Nem feltétlenül kell az életet a maga hétköznapi, vagy nem tudom, kézzelfogható valóságában, hanem a lelkünkben legyünk szabadok, bátran, repülő lények, mert ez lehetséges. És ez az, ahogy az imént mondta, hogy ezt a mai világ nem, hogy nem segít, inkább akadályozza. Ezért van az, hogy az utolsó négy előadásában tulajdonképpen nincsen politika egyáltalán. Valamest mindegyikben van egy picikét, mindegyik van nyilván. Szóval a Pszichében ugye ott van egy kis reformkori adalék, ottan, egy picike, ottan azért vele, hát igen, amennyire Vörös hagyta, hogy oda belépjen, nála is csak egy kicsit van jelen. Itt még egyszer mondom, inkább azzal való szembesülés, hogy milyen évek voltak, amíg ezt megírta Krúdy, ezeket a novellákat, micsoda drámai korszaka ez a magyar történelmnek, és ezt úgy, csak úgy sejtettem a menün, hogy mi van, hogy van. Aztán aki belekap, belekap, aki nem, aki elmegy mellette, ott van a Tanácsköztársaság dátuma is fönt, és egy pillanatra egy vörös zászló darab meg is jelenik, de aztán el is tűnik, és kész. Szóval nem érdekes, mert ott van az imádott nő és a következő történet. És ő van a középpontban most, és mindent nem más, igen. Mindent fölülír. Úgyhogy, és hát nyilván a Csongor se aktuál politikai dolgokról fog szólni, de a legszebb dolgokról, a választás lehetőségéről, a hármas útról, milyen életet élünk. Arról, hogy a tünde az örök életet áldozza föl Csongorért.
a földi szerelemért. És hogy mennyire nem tudjuk ezt értékelni, hogy mennyire elsekélyesedtünk a szerelem megélésében. Hogy mennyire jó volna, mennyire visszatérni, és tudni gyönyörködni, még egyszer mondom, egy papucs sarkában a nő lábán. És ott van az a kifakadás Szimbád részéről, hogy ti borjuk, hát ti tudjátok, hogy mi egy nő értéke, hogy ti azt megnézitek a lábát, az arcát, meg az alakját, és azt hiszitek, hogy tudtok valamit a nőről. És én is elgondolkodtam, hogy mit tudok én a nőről, ugye, hogy egy élet kevés megfejteni a nőt, szóval gyönyörű dolgok ezek. Aztán nyilván majd mást fogok csinálni, most ez most van. Aztán meg egy 56-os darabot Tóth Ilonáról, szóval egy egész nagy fordulat lesz azért a szezon végén, meg Dosztojevszki Péterváron a Bűn és bűnhődés, nyilván ez egészen más történet lesz már, de most ebbe füricskélek, lubickolok, úgyhogy... Hát most, ahogy így erről beszélt, hogy valóban a Szimbád, ahogy a nőkről beszél, hát ha eddig arról volt szó, hogy nosztalgia, meg visszagondolás, hát azért mondjuk Mátray László figurája egy nagyon erőteljes, nagyon férfias, érzéki kisugárzású valaki ott a színpadon, de hát ha már a psziché szóba került, hát ott meg aztán ezek a fiatal emberek hozzák az ő maguk érzéki kisugárzását minden pillanatban, és rendkívül sok erotika is van abban a darabban. Én sokszor találkoztam már azzal a gondolattal, hogy egy színész számára talán az a legnehezebb pillanat, amikor azt mondják, hogy vetkőzön lesz szó legszorosabb értelmében mesztelenre a színpadon. Itt ez megtörténik, nagyon sok diákja mesztelenül szaladgál egy ilyen árkádiaszerű kertben. Én nem mondtam neki, én sose kérek ilyet. Nem önkérte őket nem, ezek szerint? Nem. Tehát a etüdöket kezdtünk el csinálni, és egyszer csak például az egyik, még a etüdölés korszakában, szóval az egyik első óránkon az egyik diáklány bejött mesztelenül, mert a szabadságról beszéltem, a szabadság érzetéről, hogy úgy, és bejött mesztelenül, így. Elénk. És ő most érzi magát szabadnak, mondta ő. És akkor ugye ebből jöttek dolgok. Tehát én nem szeretek, öncélúnak érzem néha a mesztelenkedést, és főleg nem a... Tehát nálam mindig pozitív valami kapcsolódik a mesztelenséghez. Tehát amikor az ember tragédiájában az egész beregszázi társulat, az is egy ilyen közös valami volt, ők egyedül. Azt mondtam, hogy visszaemlékezünk a paradicsomi, és elkezdtük állapotra, mert ott a harmadik színből kezdtem el az ember tragédiáját, visszakanyarodtunk. És akkor azt mondtam nekik, hogy... És elkezdtünk beszélgetni, hogy mi az, és az, hogy nem érezni szemérmet. Tehát, hogy szabadnak lenni ilyen értelemben, és visszapucérodni a édenkertbe. És akkor ezt úgy megélték. És akkor én ezt hagytam. De igazából én sohasem biztatok ilyesmi, meg én nem is kérek, mert ez vagy megérik egy szereplő erre, és úgy érzi, hogy ez része, szerves része a történetnek, vagy nem, és ha nem, akkor én sosem erőltetem. A pszichében... Van egy pillanat, amikor nem egymást felváltva, hanem egyszerre pszichén mindegyik lány, meg egyszerre beszél saját magáról is, az a hogyan vesztettem el a szüzességet pillanat, amit aztán egy zene lefed, tehát csak látjuk, ahogy ott meséli mindenki a saját történetét. És tulajdonképpen nagyon sok rendezésében ez visszatér, ez a momentum, akár a János Vitéz elején, hogy ki János Vitéz, vagy akár a Don Quixote-ban, amikor több szereplő is megint diákok, hogy én vagyok Dulcinea del Tobozo, és akkor nem, egyetlen egy Dulcinea del Tobozo lehet. Ez miért fontos az ön számára ez a gondolat, hogy azt sugallja, azt mondja a nézőnek, hogy te is lehetsz Don Quixote, meg te is lehetsz psziché, meg te is lehetsz János Vitéz, ha akarsz. Mert én még hiszek abban a színházban, ahol úgy ül benne a néző, hogy a színpadon látott figurával azonosul. Vele együtt repül, vele együtt cselekszik, vele együtt szerelmeskedik, vele együtt érez. És néha a próba folyamatban, ugye ez a psziché ez egy egészen különleges valami, mert ez egy oktatási folyamat részeként született meg, szembesítenem kellett, tehát kerestük a pszichét, mint ahogy a Don Quixote-ben kerestük a Don Quixote-t, a János Vitézben János Vitézt magunkban, cselekedeteinkben. És kellett egy olyan folyamat, amikor én szembesítettem őket azzal, hogy mindönkben ott van. Ott vannak ezek az érzések, ott van mindönkben.
Psziché ott lakik minden lányban, ott van. De még csak nem is lányban. Tehát azok az alapérzések, amit Psziché megél, az ott van mindünkben. És Szimbád is ott lakik, és a Szimbád iránti szerelem, vágyódás, rajongás is ott lakik minden nőben. És akkor ilyenkor kicsúcsosodik esetleg egy etüdformán, nem mindig, de nem mindig lesz belőle a színpadon megvalósult jelenet. De hogy ezen a folyamaton keresztül megyünk egy próba folyamatba, az biztos. Mert ha idegen dolgot játszanak, a maguktól távol eső dolgot, akkor az úgy nem érdekes. Szóval muszáj, hogy sajátjuknak érezzék a figurát, a hőst, akiről elsősorban beszélünk. Ez a legnehezebb? Ezt most azért kérdezem, mert például ugye a Don Quixote-ban a vége fele az a pillanat, amikor ugye Trevicki Gábor játssza Don Quixote-t, de ott van Cervantes Trill Zsolt végig a színpadon. És ugye van egy pillanat, amikor ő rajta már ott van páncélnak a könyv, tömeg, rengeteg, szinte folytogatja, és akkor hátára veszi a már harcolni képtelen Don Quixote-t, és vele, aztán helyette vív és hal meg, maga az író. Hát ez ebben egyértelműen benne van ön. Nyilván, hát. Az alkotásnak mondhatom picit fellengzősen, az alkotásnak a kínja, a nehézsége. Ezért kérdezem, hogy mi a legnehezebb? Ez mindig megtalálni önmagában Psziché, Don Quixote-t, Szimbádot, Csongort, Tündét? Nem annyira ez, mert én magamban megtalálom, mert különben nem rendezném. Tehát én, ha nem érzem magamhoz közel állónak valamelyik anyagot, akkor nem kell. Tehát szóval nem kell az a fog, nem érdekes, akkor nem, abúgy se lesz semmi jó. Volt olyan esetleg, ami gondolkozott, és azt mondta, hogy nem, mert ez öntől annyira persze, távol áll? Például? Abszolút, több is volt. Vannak korszakaim, amikor úgy érzem, hogy hát Hamletre kértek föl, és azt mondtam, hogy most nem, ki ebbe. Például. Mert úgy éreztem, hogy most ez most még korai, vagy éppen késői. Szóval nem tudom, tehát most még nem. Úgy tolom magam előtt ezeket a nagy Shakespeare-eket, és várom a pillanatot, mikor azt érzem majd, hogy meg kell őket csinálnom, és színpadra kell őket vinnem. Például Dostoyevskyvel is így voltam, és most eljött az idő, és most úgy gondolom, hogy soha jobb helyzet nem adódhatott volna, mint Péterváron az Alekszandriszki színházba, Péterváron bűn és bűnhődést csinálni. És ugye kellett ennyit várni rá, és jó, hogy nem csináltam meg hamarabb. És úgy gondolom, hogy majd eljön a Shakespeare-eknek is az ideje az életemben. Ha nem érzem magamhoz közel állnak, most is kaptam Bán Teodorától fölkérést, hogy dolgozzunk. Most nem mondom meg, hogy milyen címen. Elolvastam, és azt éreztem, hogy ez most nem én vagyok, én ezt nem tudom megfogni, úgyhogy... De akkor ezek szerint egy vendégrendezés elvállalt Péterváron. Azt elvállaltam. Az május közepén két részletben lesz, és majd van a Pétervári Nemzeti Színháznak, az Alekszandriszkinek egy fesztivál, egy nemzetközi fesztivál, ahol már a Nemzeti Színház szerepelt tavaly, a Johannával és a Mesés Férfiakkal, és azt a fesztivált fogjuk nyitni 9-én, szeptember 9-én az én rendezésemmel. Úgyhogy alám mentek ilyen szempontból mindennek, ahogy én kértem, hogy szezon végén, miután megvan az utolsó bemutató, nyáron maradjanak benne a színészek egy kicsit, úgyhogy így meg tudom csinálni. Félbeszakítottam, mert hogy akkor ezek szerint nem az a legnehezebb az ön számára az alkotásban, hogy megtalálni az adott figurát, hanem aztán, hogy ez megjelenjen, azt jelenti, kifejezni, hogy a megfelelő hangnemet megtalálja az ember. Néha egyből adódik, és nincs vele gond. Tehát itt a Szimbáddal nekem nem volt semmi gondom. Tehát az úgy jött magától. Néha az ember kínlódik, mint a Don Quixote-ba. Az egy kemény munka volt. Kemény, nehéz munka volt, dupla annyi időt próbáltuk. A Szimbád még nyers, és még alakul az előadás, de az úgy jött, az úgy mindenféle döccene önélkül. Szóval. Nehéz például egy olyan repertoár színházi rendszerben, amelyben létezünk, föllelkesíteni a színészeket. Például ez is nehéz. Az, hogy érezzék, hogy ebben van lehetőség, hogy ebben valami olyasmit tudnak mutatni, amiért érdemes kínlódni, szóval nehéz. Tehát lehet, hogy most teljesen rosszul értem, tehát az, ami a rendszer, az ellen hat, hogy lelkesedjen egy színész. Egy kicsit igen, persze.
Persze. Tehát munkahely. Munkahely, és tehát miért van az, hogy az ember nosztalgiával gondol, vagy emlékezik vissza, mondjuk, vagy én beregszászi helyzetekre. Mert ott a kényszerből adódóan is, de akár még a debreceni helyzetre is. Tehát kényszerből adódóan nincs lehetőség plusz munkák vállalására, nincs lehetőség szinkronizálni. Nem annyira népszerűek a színészek a színházban, vagy a társulatban, mint itt a Nemzeti Társulatának színészei. Sokkal jobban rá tudtak koncentrálni egy következő bemutatóra. Most nehezebb, és keresem a különböző technikát, hogy hogyan tudom, tehát hosszítom a próba folyamatot. Viszont egy idő után a színészek elfelejtenek hosszú próba folyamatban értelmet látni. Szó szintjén mondogatják, hogy de jó volna hosszan próbálni, csak éppen már nem tudnak hosszan próbálni, mert elfelejtik a kereső, kérdezgetős időszakát a próba folyamatnak, ami eltűnik egy repertoár színházi rendezésből. Ott jön a rendező és diktál. Szimbádban nem volt idő, mert nagyon rövid volt a próba folyamat, 35 próbám volt, és megmondtam, hogy most akkor fölállsz, ide mész, oda mész, ezt csinálod, így mondottad. Ott is volt egy kereső időszak a színvádban, mert ott meg a szövegek miatt volt keresés, hiszen végleges példányt a bemutatón kaptak a színészek. Addig lapokból dolgoztuk, meg ötször köttettem át, meg fizettem át, mert folyamatosan alakult a szövegkönyv, és még mindig alakul, mert iszonyú mennyiségű remek mondat van még a fejembe Krúdiból, amit nem sikerült betuszkolni az előadásba. De az a Don Quixote próba folyamatában megvalósult egy hónap, amikor inkább kérdeztem, mint mondtam, az mondjuk a színvádban nem volt, mert nem volt rá lehetőség. Viszont a Don Quixote idején meg azt tapasztalta meg az ember, hogy ugyan fölteszek kérdéseket, de nem igazán vagyunk készek rá elkezdeni válaszolni, nem vagyunk fölkészülve rá, hogy ezekre válaszoljunk. Szóval egy repertoár színház működtetése az folyamatos harc az ellen, hogy gyárrá degradálódjék le az intézmény. Mert egyrészt gyár, mert egy másik fajta gondolkodásmóddal meg nem lehet 400 előadást csinálni egy évben. Nem lehet 9 bemutatót csinálni. Szóval teljesítmény szempontjából lenyűgöző, amit a repertoár színház tud. Néző kiszolgálás szempontjából. Viszont ami a művészeti alkotás lényegét illeti, az messzebb van. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, sőt, van egy sor előadásom, ahol sikerült megvalósítani, de messzebb van a lényegtől, mint mondjuk egy stúdiószínházi kis formáció. Csak az meg nem tud teljesen, nem tud 5 millió nézőt kiszolgálni, meg 5 és felett. És itt akkor már bejön a népművelés kérdése, a szolgálat kérdése, a közművelődés kérdése, amiért a színházak szintén vannak. És akkor tulajdonképpen önnek kell valahogyan lelkesültséget, meg hitet, meg nem tudom mit sugározni, önteni a színészekbe, hogy... Kicsit igen, persze. Ez nagyon fájó és fárasztó tud lenni, hiszen az ember maga is fáradt, és azt várná el, hogy a színpadról sugárzó energiaüt is megtermékenyítse. Ehhez képest ugye arról szól a dolog, hogy nekünk, a színházi rendezők nagyon korán halnak ám, tehát az átlag életkor szempontjából ez nem egy nagyon hosszú nyugdíjas állás, de azért eljön a pillanat, amikor a színész is elkezd izgulni, elkezdi a helyét keresgélni, elkezd érdeklődni, és akkor onnan már nagyon szép játék ám a dolog. Csak addig nehéz. Csak addig nehéz, igen. Igen. Főleg akkor, amikor odaállítok, mit tudom én, 100 valamennyi novellával, és nincsen színdarab. És azt mondom, na ezekből majd lesz valami. És van rá, mit tudom, X mennyiségű hetünk. Vagy a Don Quixote, nem tudom, 800 oldalával, és akkor azt mondom, most ezen elkezdünk dolgozni. Nyilván nem ezt szokták meg. Gondolom azok a színészek, akiket önmagával hozott, még Beregszász, Bolszán, Debrecen. Ők is elfelejtik. Elfelejtik, mert a repertoár színházi lét az nem erre. Tehát ott alkalmazkodó, engedelmes színészi mentalitásra van szükség, különben nincsen bemutató. Tehát nem lehet filozofálni, csinálni kell.
és alapvetően úgy tanítják, úgy képezik a magyar színészeket, de a európai színészek többségét, hogy jön a rendező, és majd megmondja. És jó esetben kérdezni se kell, mert az csak lassítja a folyamatot, majd ő mondja. Ez nagy probléma, de azért vagyunk, hogy igazgatóként próbáljunk ezekből a csapdahelyzetekből kitörni, másik részről meg a teljesítménye ezenfajta színház csinálási, még egyszer módnak lenyűgöző. Tehát minden másik fajta az a töredékét tudja a nézőknek hozni, a töredékét tudja az előadások számának hozni. Úgyhogy itt ilyen egyensúlyt kell tartani. Most egy új korszak jön a nemzetiben, már elkezdődött tulajdonképpen tavaly tavasztól, áll a repertoár, hál' Istennek működik, van sok előadásunk, azt is meg tudom tenni, hogy néhány előadást hónapokra pihentetek, tehát nem kell már olyan mennyiségben teljesíteni. Most meg kéne próbálni, megtanulni, visszatanulni, és elkezdeni sokkal aprólékosabban, sokkal keresgélősebben működni. Az imént, amikor azt mondta, hogy ilyen szempontból nosztalgiával gondol vissza Beregszászra, most ugye arról volt szó, hogy hogyan csináltak ott színházat, meg hogy hogyan lehet egyáltalán mondjuk itt Budapesten színházat csinálni. Például egy példát mondok, és nem akarok... Bárhányat. Nem, de egyet mondok, tehát hogy biztos, hogyha lehetséges lett volna, hogy még háromszor, négyszer, vagy 3-4 napot, de mondjuk egy hetet toltam volna a bemutatón. A színvádot. Persze. És ezt Beregszászban meg tudtam tenni. Ott igazából akkor mutattuk be, amikor már úgy éreztük, hogy úgy bemutathatjuk. Ott is volt aztán utolsó pillanat utáni valami, de azért más volt. Annak az áldott helyzete, hogy valami kijön, és nem mondanak végleges véleményt róla, hanem az még úgy alakul. Ott valami megszületett, most jelen pillanatban ilyen állapotban van, és még bontja magát. És akkor nem tudom én, kijevi fesztiválra a 20. vagy a 15. előadás után került ki, és a szakma akkor mondott véleményt, egy érett előadásról. Ja, mert hogy itt majd a bemutató után most megírják, hogy most milyen a színvány, és akkor... Persze, és akkor annyi. És akkor hál' Istennek magyar nézve nem olvas kritikát. Tehát ennek örülök a leginkább. Vagy nagyon szűk réteg olvas, és ő majd aztán véleményt mond, és a legjobb reklám a szájról szájra terjedő reklám, és nem a kritikusi minősítés, és ő majd eldönti, hogy ez egy sikerdarab lesz, vagy sem. Nem szereti azt, ahogyan itt a kritikusok működnek. Nem, de ezt már annyiszor elmondtam, már nem, hát én sajnálom, hogy van egy ilyen, szóval nem, más szinten kéne kommunikálni, más szintű minőségben kéne írni, szóval fölkészültebbnek kéne sokkal lenni, tehát szóval ez nem érdekel, tényleg nem érdekel, tehát már jó ideje nem érdekel, tehát az, hogy X és Y elmondja, hogy most neki azt tetszett, mikor ráadásul tudom, hogy még milyen, és erre rájön még a politikai attitűd, szóval az egészet még, az egész kap egy gellert a politikától, de még politika nélkül is úgy gondolom, hogy itt kijönnek tinédzserek az egyetemről, és akkor kritikusoknak hiszik magukat. Szóval ez meg azt sem tudom, micsoda az igazából. Úgyhogy Krúdinak is van egy jó mondat, amit betettem az előadásba, hogy én nagyon tisztelem a kritikus barátaidat, de azért azt üzenem nekik, hogy nagyon jó bálok a pisztolya. Úgyhogy, az egy egészségesebb világ volt, mert tétje volt az írásnak. Mert háromszor meggondolta valaki, hogy milyen szinten személyeskedő vagy alászkodó, mert esetleg nagyon jó bántak a pisztolyjal. Mintha egyszer ön viszont valami olyasmit írt, vagy mondott, nem írt, hanem mondott volna a kritikusokról, mert most ugye a minőségről beszélt, meg a felkészültségről, amit hiányol, de hogy emellett valami olyasmit mondott, hogy talán túl is értékelik magukat? Hát igen, tehát azért ők, tehát azért mi belőlünk vannak, nem mi vagyunk belőlük, szóval mihez, tehát mi hozzuk létre azt, amiről ők beszélnek. Tehát azért ez ad egy helyet,
sokkal nagyobb alázat kellene, hogy megnyilvánuljék, főleg akkor, amikor az ember tudja, hogy a 99,9%-uk bukott színész, zenész, bukott rendező, és jobb hiány kritikusi pályán próbálgatja magát. Szóval tehát több alázat, több odafigyelés, több szakmaiság, sokkal több szakmaiság. Tehát amíg egy kritikus nem ismeri fel a zenét, amit használok, vagy nem ismeri fel Cserhalmi György hangját a János Vitézben, tehát nem ismeri fel, és azt mondja, hogy Trizs Zsolt hangja, addig nekem nagyon-nagyon nehéz. Tehát utána a következő sor az teljesen fölöslegesen elolvasandó. A Szimbádról írt kritikákat most elolvasta egyáltalán? Nem, én már nem nagyon régóta, tehát nem hozzám is jönnek így, bár ez is úgy szűrtem, a körülöttem lévő emberek úgy néha lelkesedve, hogy furcsa mód valaki jót írt, de körülbelül ennyi jut el hozzám, vagy az általános csúnyaságokon túl is csúnyábbat írt, de ennyi. És akkor van néha, hogy visszakérdezem, hogy már most akkor mi ezzel mondjuk éppen mi volt a baj, de én magam nem veszem a fáradtságot, hogy elolvassam. Nyilván változik ez majd, meg látom a fiamat például, hogy ő még olvassa, dühöng, de olvassa, úgyhogy a saját kritikáit, majd ezen is. Ugye színész is rendezett is már. Persze, majd ezen túllép. Tulajdonképpen megint félbeszakítottam a beszélgetést, mert éppen arról kezdtünk el beszélni, hogy amikor azt mondta, hogy nosztalgiával gondol vissza Beregszászra, mondtam a Szimbád második felére, hogy az olyan tulajdonképpen, mint egy ilyen karácsonyi havazós gömb, egy picit olyan hangulata annak, hogy felmegy a függöny az elején. El is hangzik, tehát tél van, karácsony közeledik. Igen. Többször ehhez. A novellák többsége télen, ősszel, késő ősszel télen játszódik, és éjszakabbra, mint Budapest, fönt Potrád. Igen. Hát, és ugye úgy időzített a bemutatót, hogy most is tulajdonképpen karácsony közeledik, igen, most is, ahogy igen, mi beszélgetünk. Mi a legkorábbi karácsony, amire visszaemlékszik gyerekkorából? Hú, nem tudom. Így most hirtelen. Tehát, ilyen hány éves lehetett? Nagyon kicsi lehettem, édesapám ilyen vonatot csinált két szánkóból, és szánkóztatott, és ez nagyon ritkán fordult elő, évente egyszer, mondjuk kétszer karácsonykor, valamiért mindig mentünk szánkózni, addig díszítette fel édesanyám a karácsonyfát, és tette meg a jézuskai gesztust. Ez úgy bennem van, akkor szerintem ilyen már öcsém is volt, tehát szerintem 4-5 éves lehettem, amikor úgy emlékszem apámra, hogy szalad velünk a szánt húzva, és tudom, hogy azért vagyunk itt most kint, hogy Jézuska tudja hozni az ajándékokat, úgyhogy ez úgy megvan, persze. És aztán úgy szép karácsonyaink voltak, és még hóra is emlékszem, úgyhogy. Igen, a Szimbádban elhangzik, hogy már nem is olyan igazi a tél. És ez Krúdi írta, tehát áltelekről beszél, hogy a időjárás férfiassága már. De ő emlékszik akkor a férfias havas telekre, és karácsonyra. És hogy telt a karácsony? Mit csináltak? Volt a szánkózás, hogy visszaemlékszik? És hát minden más, meg aztán énekeltünk, persze gyertyát gyújtottunk. Én elmondtam már többször, hogy ilyen furcsa kettős helyzet volt a családon belül, mert apám iskolaigazgatóként, pártakként egy furcsa helyzetet teremtett. Ugye karácsonyt ünnepelni nem lehetett, ezért, és ugye az oroszok a karácsonyfát, vagy a szovjetek, inkább így mondom, azt január 1-ére öltöztették föl. Amúgy mai napig hiába a karácsonyt majd 5-én ünneplik, január 1-ére állítanak fát. És január 1-ig nekünk be volt húzva mindig a sötétítő függöny, hogy ne látszódjon kifelé, hogy nekünk már áll a karácsonyfa. Szóval ez úgy bennem van. Közben anyám meg tényleg olyan lelkesedéssel vetette bele magát, mikor már lehetett ugye 80-as éveknek a közepe tájékán a betlehemezés újra élesztése
kapcsán a munkákba, hogy munkálkodás eredményeként ott a környező falvakban, tehát Karácsony este 4-5 betlehemes csoport is, és közülük a nagy részem az ő tanítványa járkált. Teljesen nem szakadt meg a lánc, de majdnem teljesen eltűntek a betlehemes kis csapatok. És most meg reneszánsz áttérés, mondom 4-5. Tehát, és amikor azt mondja, hogy ilyen ez a családi kettősség, hogy akkor jól értem, hogy az édesapja akkor ezt rossz szemmel nézte, hogy nem, az édesanyja karácsony feldíszít. Nem nézte, ő egy ilyen furcsa, vagy... nem nézte rossz szemmel, csak ő egy ilyen, hogy mondjam, szóval ő, ez kell, ehhez pragmatikus, hogy így fogalmazzak, ember volt ilyen értelemben, és még azt is mondom, biztos hitt is valamennyire abban az ideológiában, amely mentén ő ott ügyködött. Volt egy ilyen kettősség. Nem, ő is énekelt. Hát ő is gyerekként minisztrált, meg nem tudom én, menne volt, meg ők is betlehemeztek, és egy sor olyan karácsonyi dalt tudott ungvári származású édesapám, olyan dalt, amit mi például Bereg környékén nem énekeltünk, vagy anyám például nem tudta, ő hozott nyilván szlovák hatásra is, valamelyest ruszin hatásra olyan dalokat, amelyeket mai, hát most már énekeljük, mert megtanultuk tőle, de benne is élt ez, és ünnepeltük, de hát tehát ugye iskolában munkanap volt, tehát, de emlékszem már a 80-as évek közepe táján már azért azt csinálta apám az iskolába, hogy kiállított két tanárt, nagyon bájos volt, aki az egyik, az út egyik végétből figyelte, hogy jönnek-e tanfelügyelők, az út másik végén egy másik tanár, vagy az épület másik végén állt, emlékszem, egész határozottan, és az egész iskolát beterelte a klubhelyiségbe, kitette a tévét, és néztük a Magyar TV-t, a karácsonyi műsort a gyerekek. És ugyanez húsvétkor is, de ez már 80-as évek közepe tájékán volt. Mert akkor már úgy, de iskolai szünet nem volt, tehát tanítási nap volt, viszont a tanárok ott törködtek, hogyha jön a Verekszánszból a tanfelügyelőség, akkor gyorsan visszaszaladtunk az osztályokba, és csak húsvétkor volt baj, mert borzasztó kölni szag uralta az egész épületet, és emlékszem, apám egyszer ilyen teljesen földultan otthon anyámnak este mondta, hogy bejöttek, és hogy az ungvári tanfelügyelők jöttek, és ilyen cinikus megjegyzéseket tettek, hogy kölni szakban az egész intézményben, és hogy lehetséges ez, mert hogy locsolkodtunk, hiszen húsvét van. Úgyhogy ezek úgy megmaradtak. Hát az édesapjában ezek szerint belül lehetett akkor egy ilyen nagyon erős, szakadás. Persze, nagyon-nagyon erős kettős valami volt, mint az egész rendszerre, amennyire ez jellemző volt, hogy rengetegen ugyanaz azonosultak vele, hogy a lelkük mélyén folyamatos vívódás volt. És arra emlékszik, hogy melyik volt ez az első karácsony, amit viszont már nem a szüleivel, nem otthon töltött, hanem akár egyrészt nagyon-nagyon igyekeztem mindig otthon karácsonyozni. Tehát ez nálunk szent ünnep tényleg a karácsony. Most már mi vagyunk az otthon, és mi hozzánk jön mindenki, tehát nálunk van a nagy összejövetel, és most itt lesz Pestem. Igen, szépen akartam kérdezni, hogy 6 gyereke van, igen, de most hol van az otthon igazából? Páros túl ott vannak nálunk. Most már Budapesten? Buda és Kamaraerdő. Kamaraerdő. Ott bérlünk egy házat, és akkor ott van a család, és szüleim is itt vannak most, és ott van a nagy családi összejövetel. Úgyhogy most már mi vagyunk a központ. Eddig mindig édesanyámékhoz mentünk Nagy Muzsajra. Most ez így, most már második éve így van, és most már ez valószínűleg így lesz egy darabig. Most én nagyot ugrok, mert már többször is szóba hozta a Csongor és Tündét, és én meg már egyszer szóba hoztam Mátai László miatt a János Vitézt. Két mese. De hát természetesen filozófikus mesék ezek, nagyon, hát mint ahogy a legtöbb mesét ugye rengetegféleképp lehet magyarázni, szokták is. Nincs vége tulajdonképpen, hogy mi mindent lehet egy mesében megtalálni, de hát itt azért két nagy költő által írt meséről van szó, nagyon filozófikus szövegekről, ön már idézett, utalt a Csongor és Tündére, például a Hármas útra.
Még el se kezdték a próbákat, de már vannak előadások, amire megvették a jegyeket, mert hogy van egy ilyen akciójuk, hogy lehet jó előre jegyet venni. Nem tudom, most úgy látszik, hogy mindig visszatkanyarodok az ön gyerekkorához, de lehet azt mondani, hogy szerette a meséket? Nagyon szerettem, és most is szeretem, és folyamatosan... Azért fordul ezekhez? Persze, de nem csak én szeretem, tehát én azt látom, hogy mindenfajta kételj mellett is a Vitéz élek, ami egy mese, az egyik legjobban futó előadásunk. És az minden formájában, és lebutítva, mert diszlet nélkül is, mindenképpen hat. Szóval mesére szüksége van az embernek, anélkül nem lehet létezni. Engem elkísérne, ugye mindig van kisebb gyerekem, most például abban a stádiumban vagyunk, hogy a nagyobbik lányom már ő olvas nekem mesét. És ő olvas fel, ő 7 éves, és most szabadult föl a olvasás kínja, és hogy mondjam, görcse alól, és most már élvezi azt, amit olvas, most nem munka neki, és esténként ő olvassa a mesét, és hogyha megadatik, hogy otthon vagyok, akkor én is meghallgatom azt a mesét, amit lefekvéskor fölolvas. A mese az egy olyan szintű sűrítménye az élet igazságának, az élet nagy-nagy igazságainak, amely igazságokra szükségünk van. És pont a mese formája az, amelyik ezeket az igazságokat el is tudja az ember lelkéhez juttatni. Mert egy filozófiai tanulmány is leírja ezt az igazságot, vagy nem tudom én, egy történelmi tartalmú publicisztika, de ahogy a mese ezt csinálja, az ugye el is jut a lelkemhez. Én minden mesét megkönnyezek, és katarzist élek meg másfél oldal szöveg hatására, de fél oldaléra is, és úgy gondolom, hogy egyre nagyobb jelentősége lesz az én munkásság gombban is a mesének. Szóval szeretnék mesélni, miközben 20 évig azzal foglalkoztam, hogy szerte szét szabdaltam a sztorit, és foszlány dramaturgia zászlaja alatt hoztam létre előadásokat, nyilván fogok még így létrehozni. Most azt érzem, hogy időről biztos, hogy vissza fogok térni, hogy elindulok, és akkor mesélek a nézőnek. A Szimbádban soha nem alkalmaztam narrációt például, és itt a fél előadás, vagy a szöveg fele, nem fele, mondjuk egy harmada, az narráció. Jön a szöveg, és mesél maga Szimbád, Mátrai meséli el a saját történetét. A Csongor és Tünde is mese, az egyik legszebb mese, amit ember írt. Egyik, hogy mondjam, a legszebb nyelven megírt magyar mű. Úgyhogy nagy kihívás, és rengeteg rossz előadást láttam belőle, és nagyon veszélyes anyag, mert nagyon-nagyon nehéz színpadra vinni, álmodni. Meglátjuk. Ez lesz majd akkor januárban. Igen. Januárban kezdünk hozzá, és majd március közepén lesz a bemutató. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm.